azt látjuk, hogy nagyon lelkesek a fiatalok, amikor meghirdetjük ezt a vezetőképzőt, hiszen többszörös a túljelentkezés minden esztendőben. Idén különösen is így volt, ez egy nagyon komoly 3-4-szeres túljelentkezéssel tudtunk számolni. Természetesen arra törekszünk, az országos elnökség arra törekszik a kiválasztáskor, hogy igyekezzünk Magyarország egész területét lefedni, kisebb településekről is, nagyvárosokból és a fővárosból is legyenek olyan fiatalok, akik részt vesznek ezen a vezetőképzőn, hiszen arra törekszünk, hogy azok a fiatalok, akik szeretnének tovább tanulni, szeretnének tovább fejlődni itt a szervezet keretein belül, ők ezt meg tudják tenni. Nagyon lényeges, hogy ilyen vezetőképzések legyenek, ahol megtanulják a fiatal fidelitásosok, hogy kell szerepelni kamera előtt, hogy kell meggyőzni egy vitában a másikat, és számunkra azért fontos, hogy a nemzetközi vitákban meggyőző álláspontot tudjon kialakítani, és a másikat meg tudják győzni. Alapvetően a képzés az önismeret épít, ez lesz a végig átívelő téma, és most kezdtük el az első gyakorlatokat ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy minden ember számára ez a legnagyobb kihívás, az önismeret. Fontosnak tartom, hogy a mai világban az emberek kellően tisztában legyenek a képességeikkel, és azzal, hogy miben jók és miben erősek. Egy jó vezetőnek nagyon sok mindent kell tudni, de én azt gondolom, hogy elsősorban tudatos embernek kell lenni, tisztában kell lenni a saját működésével, tisztában kell lenni azzal, hogy az ő működése hogyan hat másokra, és akkor lesz képes arra, hogy egy kisebb vagy nagyobb csapatot ügyesen mozgasson a közös célok fele. Azt gondolom, hogy képesnek kell lenni arra is, hogy megmutassa a kis lépésekből hogyan lesz nagy, hogy amikor téglát hordunk, akkor a végén hogyan lesz abból katedrális, tehát inspirálnia, motiválnia kell tudni a csapatát. Mégis azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy saját magával tisztában legyen, akkor lesz képes másokat is ügyesen mozgatni.